Üdvözlök, ismétán. Mindenkit! Most egy olyan webböngészőt fogok bemutatni, mint semmilyen alapon nincsen. Nyit forráskódú. És ez a Midori. Ki fog derülni, hogy mire is képes. A verzió van a Windowsra. Tölti. És tovább fogom mutatni, mit is tud. Mennyire is jó. Ez ilyen csomagolt verzió, hogy nem kell feltelepíteni. Várom, hogy letöltődjön. Több. Rendszeres fel lehet rakni. 1.14-es verziónál tartanak. Fedorára, Red Hatre, OpenSUSE-ra és Debian alapú Linux distrókra. Fel lehet tenni még mobiltelefonokra is. Nézzük, mit is tud a böngésző. Lassan el fog indulni. Kinézett olyan Google Chrome-osra. Hasonlít. Nézzük meg pont, hogy miből is áll a rendszer. Vannak hozzá kiegészítők is. Háttérképek. Verítások. Keresője. Domvala adja. Eléggé kevés. Védelmi szintje van neki. Több belétást is képzeltem el volna. Milyen kiegészítők vannak. Ez Chromium motort
Nézd, hogy Google Chrome. Chromium Rotor van rajta. Jó gondoltam. Hát. Nem, majd valaminek tűnik. Sokkal jobban meg van csinálva a Brave. Jó, többet tud. Mégsem a megfelelő böngésző. Nézzünk, hogy le tud-e valamit játszani videókat. Fog derülni. Szokás szerint a thatsgo.com kereső itt át lehet nézni az oldalakat. Képes-e megjeleníteni a ne is jó, mire nem? Lehet látni asszat rajta! Betöltődik. Valami reklámokat blokkolgat. Nem lehet kikapcsolni. Eléggé lassan tölti be az oldalakat. Vajon nem akar jobb minőségbe váltani? Lassan töltődik. Na most jó minőségben van. Nem valami sokat? Képes. Lefolyott volna. Eléggé jól néz ki. De vajon eléggé kövesre tud? Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok!